Nagyszabású tanévzáró bemutatót tartott a művelődés házában a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A színpadon bemutatott műsor a négy ős elemet elevenítette fel. A négy ősi elemnek együtt kell mozognia és élnie az életét, mert ha kilengés van, akkor rosszul működik a világ. Megjelenítettük a tűz, a víz, a föld és a levegő négy őselemnek a jellegzetességeit, és ezeket a mozgásformákkal szerettük volna az érthető közönség számára még elfogadottabbá tenni. Az évvégi műsornak másik célja az volt, hogy a gyerekek bemutathassák az egész éven tanultakat, és a gyerekek, én úgy gondolom, hogy a látott produkciók alapján jobban mondható el, hogy nagyon-nagyon felkészültek voltak, és tényleg maximálisan oda tették magukat ahhoz, hogy egy olyan műsort tudjanak adni a közönségnek, amivel nem csak hogy szórakoztatni tudtak, hanem egy kicsit ilyen figyelemfelkeltő dolga is lett. A művészeti iskola számára az idei év kiemelkedőnek mondható, mivel számos pályázatot megnyertek és diákjaik is hozzák a szép eredményeket. Tanulmányi versenyen vett részt az iskolánk, ahol remekül helytállt, mellette a saját intézményünk által szervezett rendezvényeken, szóló táncversenyen, társas táncversenyen mutatták meg a kisdiákok, hogy mire képesek, és még mindig nincs vége az évnek, hiszen azáltal, hogy megtörtént a tanévzáró a nyáron, ugyanúgy történnek majd különböző fellépések, fesztiválok, nyári táborok, ahol szintén még a gyerekeknek a közösségformálását vesszük alapul, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeken a gyerekek részt vegyenek. A tanévzáró gála keretében díjakat is átadtak. A négy éve alapított Kertner Zoltán díjat idén Karajsz Balázs kapta. Számomra nagyon kedves díj, mivel aki alapította a díjat, nekem mondhatom, hogy nagyon jó barátom volt, így számomra ez nagyon fontos és nagyon kedves díj. Az év tanára Kövér Mária lett, aki azt mondta, a munkája során napra késznek kell lennie, hogy fenntartsa a fiatalok figyelmét. A már megszerzett tudás mellett azért ahhoz, hogy minden órán érdekes dolgot tudjak a gyerekeknek mutatni, és motiválni őket arra, hogy az órán ott legyenek, azért minden órára külön még több információt kell szereznem, több játékot kell megismernem. A néptánc mozgalomban föltalálható újabb módszereket meg kell ismernem ahhoz, hogy tudjak alkalmazkodni a gyerekek újabb és újabb igényeihez. A műsor zárásaként a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai is tartottak egy bemutató táncot, amelyet a közönség tapsviharral díjazott. Yeah.